Látásunk az egyik legfontosabb érzékszervünk, mégis hajlamosak vagyunk kevésbé figyelni a szemeink által küldött jelekre egészen addig, amíg már csak korrekcióval nyerhetjük vissza a tisztánlátás képességét. Florian Fanni, a salgó nyugati város részében működő optika vezetője szerint 3 millió magyar hordma szemüveget vagy visel kontaktlencsét, de közel 5 milliónak lenne rá szüksége. A hírefem szerkesztőműsor vezetője, Andó Ákos vagyok. Florian Fannival arról beszélgettünk, mire kell figyelni, és mivel támogathatjuk látásunk hibátlan működését a gyermekkortól egészen az időskorig, hogy sokáig élvezhessük a látás örömét. Jól látunk mi magyarok? Nem nem látunk jól. Inkább egyébként ez nem is feltétlen az idősebb korosztályra vonatkozik, mert hogy azt gondolná az ember, hogy minél inkább öregszünk, annál rosszabbul látunk. Ez egyébként így volt. De most már annyira közelre fókuszálunk, annyit ülünk a monitor előtt, és ez már gyerekkorban is egyébként megmutatkozik. Szóval Minél előre haladottabbak vagyunk a korban, annál jobban romlik az emberiség szeme. Ez volt eddig, most pedig még teszünk is hozzá ezekkel Igen. a kütyükkel. Mi a legnagyobb probléma ezeknek a használatával? Hát azt gondolnánk, hogy a kék fény, amit szintén egyébként nagy probléma, de inkább az, hogy elnyújtottam pislogunk, szóval, hogy elfelejtünk közben pislogni, és van egy ilyen multitasking, tehát, hogy figyelünk a környezetünkre, figyelünk a számítógépre, de közben kapunk egy üzenetet a telefonon, meg még előttünk van egy papír is, tehát, hogy folyamatosan ingereljük az idegeinket is, az agyunkat is, és hogy mellette a szemünk az folyamatos terhelés alatt van a szemlátó ideg is egyébként. Tehát, hogy a legnagyobb probléma az ez. Mert, hogy a gyerekeket általában azzal szokták piszkálni, hogy túl közelről nézik a telefont vagy a tabletet, és hogy állítólag mögé fókuszál az ember szeme? Igen, és ha már egyébként én ezt a történetet ott kezdeném, hogy a gyerekek kezében nem annyira jó telefont és tabletet adni, mert hogy tulajdonképpen olyan rohamos romlás mutatkozik meg a miópiában, tehát a gyerekeknek a korai látás romlásában, azzal, hogy megjelentek a kütyük, hogy ők, ez a generáció, akik most gyerekek, ők biztos, hogy nem kerülik majd el az, hogy szemüvegesek legyenek, vagy valamilyen beavatkozást ne kelljen igénybe venniük a látásukkal kapcsolatban. Erre az egyetlen megoldás, hogy nem adunk a kezükbe tabletet, telefont? Igen, nem megoldás az, hogy kékfényszűrős szemüveget adunk, nem is adunk rájuk. Tehát, hogy nem javasolt. Természetesen vannak speciális alkalmak, vagy megnézhet mondjuk egy fél órát egy nap a televízióban egy mesét, de az, hogy telefonoznak, vagy folyamatosan nézik a képernyőt, ez nem jó. Tehát, hogy annyira megrövidíti a látóidegüket, hogy tényleg 40 éves korukra biztos, hogy egy ilyen szódászifónnal fognak járkálni. Nekünk felnőtteknek, amint említetted már, elsősorban a multitasking, tehát a több irányba folyamatosan változó távolságmérés, vagy Igen. a, ahogy a távolság beállítás terheli a szemüveget. Itt a laptopok, a mobiltelefonok, a tévék, monitorok, mik azok, amik a legnagyobb problémát okozzák? Igazából ez így, ahogy elsoroltad, a monitor, a tévé, a telefon, és a multitaskingnál egyébként az is egy ilyen nehezítő tényező, hogy aki sem nem lát közelre, sem nem lát távolra, annak szoktunk egy ilyen multifokális lencsét adni, és tulajdonképpen ott tartunk, hogy ez már nem feltétlen tudott kielégítő lenni. Tehát, hogy annyi felé figyelünk, annyi felé mozgolódunk, és kell tekintenünk, hogy tulajdonképpen ezt már amúgy oda jutottunk, hogy nagyon nehéz korrigálni. Természetesen egyébként az innovációs fejlesztéseknek köszönhetően már van rá mód, de nagyon-nagyon szűk keresztmetszett. Tehát, hogy a multitaskingnak tulajdonképpen én azt gondolom, hogy jelenleg lehetőség van a korrigálására, de csak egyetlen egy fajta típusú lencsével például. Az az ember, aki másik szemüveget használ távolban és másikat közelre, ő gyakorlatilag sokkal nehezebb helyzetben van. Abszolút. Egyébként is folyamatos cserélgetés, amellett hogy nem is komfortos az, hogy cserélgetni kell a szemüveget. Ha felveszünk mondjuk egy olvasó szemüveget a mai világban nem ülünk le olvasunk egy könyvet általában anélkül, hogy mondjuk ne zavarnának meg, vagy ne jönne tényleg egy üzenet a telefonunkra, vagy valaki ne lépne be a szobába és szólna hozzánk. Tehát, hogy ez régen volt, ez most nincs így. Ha leülök a gép elé és dolgozom, akkor is folyamatos inger ér, és ezt egyfajta lencsével általában megugorható, csak nem feltétlen komfortos. Sokkal kevesebb inger kéne a szemünknek? Abszolút, igen. Erre azt szoktam azt mondani, hogy egyébként nem erre vagyunk kitalálva, amit neki tesszük magunkat jelenleg. Az irodai alkalmazottaknak, akik számítógépes munkahelyen dolgoznak, egy órában a törvény előír 10 perc monitor nélküli időtöltést. Ez elég ahhoz, hogy a szem valamelyest visszanyerje az eredeti rugalmasságát? Tudja? Egyáltalán nem elég. Aki egyébként napi 4 óránál többet tölt monitor előtt, annak is. Egyébként a jogszabály előírja, hogy köteles amúgy kékfényszűrös szemüveget viselni, ez valamennyit enyhíthet egyébként rajta. Nagyon érdekes dolog, mert amikor a monitor előtt ülünk mondjuk 4-5-6-7 órát, akkor így lehet, hogy fel sem fogjuk, vagy nem is érzékeljük azt, hogy annak köszönhetően, hogy folyamatos rohanásban vagyunk, hogy egyébként minek tesszük ki magunkat, de amikor csak ha egy dioptria nélküli kékfényszűrös szemüveget felveszünk, és másnap azzal kezdjük el a napot, akkor már tapasztaljuk, hogy mennyivel kímélőbb, komfortosabb egyébként a munkavégzés, mint mondjuk nélküle. Tehát, hogy nagyon sokszor az a probléma, hogy az ember azt gondolja, hogy én el vagyok, én látok, én, én jól vagyok, és közben egyébként meg nem. Csak nem érzékeli azt, hogy milyen lenne vele, mint nélküle. Honnan tudom, hogy baj van a látásommal? Javasolt egyébként előírás szerint kettő évente, de én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben sokkal indokoltabb évente mondjuk elmenni egy látásvizsgálatra, egy szűrésre, ahol kaphatunk egy képet a szemünk állapotáról, és a megfelelő dioptriánkról is, amit esetleg igényelne a szemünk. Ha ezt esetleg kihagytuk, akkor mik azok a jelek, amik azt jelzik, hogy valami nincs rendben? Egy általános szemfáradás, egy égő szám, egy esetleg fáradékonyság, rossz közérzet. Egyébként speciális esetben a hormonrendszerünkre is hatással van ez, tehát akár, hogyha van is problémánk, vagy például cukorbetegek vagyunk, és esetleg ott van ingadozás, akkor szükséges egyébként kontrollálni azt, hogy a látásunk is hogy áll. És ezt lehetőség szerint most már tegyük meg évente. Mivel lehet javítani a szemüvegen kívül a látáson? Hát a szemüveg a legmegfelelőbb opció. Nyilván ez egy speciális kérdés, ugyanis mindannyian mások vagyunk, és mindannyiunk szemének más az, ami jó. Lehetőség van mondjuk kontaktlencse viselésére, hogyha esetleg arra van szükség, most már multifokális kontaktlencsék tekintetében is egyébként van abszolút széles paletta, illetve szóba jöhetnek különböző kezelések, például akinek száraz a szeme, akkor esetleg a mejbommirigyek masszírozása, melegítése, vannak erre speciális kendők is, illetve szóba jöhet szemtorna, ami a szem frissességét tartja egyébként rendben, tehát ott dioptriában változást a szemtornával nem tudunk elérni, viszont egy kicsit frissebbek tudunk lenni, és mivel folyamatosan általában közelre nézünk, ezért, hogyha a távolba tornáztatjuk a tekintetünket, akkor mondjuk azt, hogy egy megelőző állapotot tudunk vele elérni, illetve szóba jöhet a szemműtét, ezt inkább extrém esetnek mondanám, akinek nagyon magas esetleg mondjuk a dioptriája, annak én is úgy gondolom, hogy javasolt lehet, de nagyon sok fiatalnál azt látom, hogy ezt alkalmazza, mert nem szeret szemüveges lenni, de azt fontos egyébként tudni, és erről egyébként nem is igazán találok kommunikációt, hogy egy szemműtét után, például a természetes szülés lehetősége nem merül fel. Szóval, hogy nagyon sok fiatal lány mondjuk állapotosan szembesül ezzel, szóval ezt nem szabad elkapkodni, úgyhogy én azt mondanám, hogy a szemműtét inkább egy extrém helyzetben alkalmazandó. Egy szemműtét utáni természetes szülésnél mi minden történhet? Leválhat a retina? Hát elég sok minden szóba jöhet, igen. Akár egy de ugye a szemmozgató izmok sérülése is szóba jöhet. Milyen egy jó szemvizsgálat? Egy jó szemvizsgálatnál a legfontosabb az, hogy szálljanak ránk időt, tehát hogy az nem történik meg egyébként negyed óra vagy húsz perc alatt. Egy jó szemvizsgálatnál én azt gondolom, hogy mint objektív és szubjektív vizsgálatot is végeznek. A digitalizáció egy szuper dolog, most már léteznek olyan vizsgálati eszközök, amik tulajdonképpen minimálisra csökkentik az alkalmazkodás lehetőségét, tehát hogy vizsgálat közben, nagyon-nagyon kiszűri azt, hogy ne tudjunk csalni azzal, hogy hogy látunk, mert ez azért szóba szokott jönni nem tudatosan, csak hogy a szemünk elkezd alkalmazkodni, ezt abszolút kizárják a digitális eszközök. Viszont én azt gondolom, hogy az emberi tényezőt nem lehet soha kizárni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezeket a digitálisan felállított eredményeket betegyük próba és azokat is térben esetleg kipróbáljuk egy jó látásvizsgálatot, során egyébként nem csak a dioptriát határozzuk meg, kiszűrjük azt, hogy esetleg vannak rejtett kancsalság, zöld, szürke hályog, vagy bármilyen elváltozás. Ez is egyébként esetleg egy szemnyomással, vagy szemfenék vizsgálattal feltárható. Van arra adat, hogy körülbelül hány ember visel szemüveget, vagy látásjavító eszközt, és mennyinek kellene? 3 millióan viselnek szemüveget, és 5 millió embernek kellene egyébként szemüveget viselnie jelenleg Magyarországon. Igazából sokkal kevesebben viselnek szemüveget, mint ahány embernek kellene. Ez nagyon sokszor ugye annak is köszönhető, hogy nem is figyelünk oda, tehát hogy nem figyelünk saját magunkra, nem analizáljuk magunkat, hogy mi mindnek lehet a következménye, hogy miért fáradok el hamarabb, miért fájhat a fejem, azt gondolom, hogy jó, picit lesz a cukrom közben lehet, hogy csak a látásommal van gond, vagy természetesnek veszem, hogy hát persze, hogy ég a szemem, hiszen a képernyő előtt ülök, de kímélhetjük magunkat. Ha már kiderült rólunk, hogy valamilyen módon korrekcióra szorulunk, kinek ajánlott a szemüveg, és kinek inkább a kontaktlencse. A szemüvegén úgy gondolom, hogy nincs, akinek ne lenne ajánlott. Tehát a szemüveg viselése egyébként a legkíméletesebb dolog. A kontaktlencsét én úgy gondolom, hogy azoknak megfelelő, akik esetleg sportolnak. A kontaktlencse viselése kapcsolatban nagyon sokszor azt látom, hogy vagy ez, vagy az. Akik visel, annak is szükséges az, hogy legyen otthon egy szemüvege. Hogy heti egy napot a hétből... Egy nap mindig legyen, amikor ő pihenteti a szemét, és nem viseli. Ugyanis a kontaktlencse viselése közben szennyeződések egyébként felülhetnek a peremére, és ezek okozhatnak gyulladást, esetleg szemromlást. Úgyhogy ezt óvatosan kell viselni, és nagyon ügyelni kell a megfelelő higiéniára. Nagyon sokan kényelmetlennek is tartják pontosan emiatt a kontaktlencsét, hiszen este az még egy külön tortúra, hogy amikor az ember leül tévézni, és mondjuk már lassan elszúnyókána, akkor még ki kell venni, ki kell venni a lencsét. A megfelelő fertőtlenítést el kell rajta végezni, és megzavarja az esti programot. Így van, aki mondjuk napi kontaktlencsét visel, az, aki egyébként ezt egy kicsit nehezményezi, annak mondjuk ajánlott egy ilyen napi kontaktlencsét viselni, hogy kiszedi és akkor azt kidobhatja a szemetesbe, de valóban megszakíthatja az estét, nem aludhatunk el a tévé előtt kényelmesen belealudni a filmbe, és ez egyébként probléma, hogyha esetleg mondjuk elaludnánk benne. Sok esetben találkoztunk már olyannal, akinek esetleg felcsúszott a szemhéja fölé, tehát hogy erre érdemes odafigyelni. Szóval aki kontaktlencsét visel, annak tudnia kell, hogy azt megfelelően kell ápolni különböző szerekkel, ügyelni arra, hogy azokat se keverje. Tehát, hogy igen, az foglalkozást igényel, de egyébként meg egy szuper dolog. Nagyon sokan viselnek mondjuk nyáron kontaktlencsét, hogy tudjanak napszemüveget hordani, bár erre egyébként szuper egy dioptriás napszemüveg, vagy egy fényre sötétedő, de egy fesztivál alkalmával, szóval, hogy egy nyaraláson van, amikor jól jöhet a kontaktlencsétől független. Kontaktlencsém belül is van már divatirányzat? Ezt nem mondanám, ha itt esetleg mondjuk a színes kontaktlencsékre gondolunk, akkor én azt nem feltétlenül. én mindig azt mondom, hogy okos a természet, tehát hogy mindannyian úgy születünk, ahogy megálmodtak minket, tehát hogy abban nem feltétlen kell belenyúlnunk ilyen szinten, de nyilván, hogyha valaki jobban érzi magát, akkor van rá lehetősége, hogy színes kontaktlencsét viseljem, bár azért szerintem ezek nem feltétlen okoznak természetes hatást. Amiben viszont van divatirányzat, az jellemzően a szemüveg, a szemüveg keret. Honnan tudhatja valaki, hogy számára mi a legmegfelelőbb? Fazonban, színben, anyagban, kialakításban. Nem kell tudnunk felhasználóknak, hogy feltétlen mi az, ami jó nekünk, ugyanis azért vannak szakemberek, hogy ebben segítsenek minket, és nagyon fontos, hogy hagyatkozzunk is rájuk, mert vannak olyan szempontok, amiket egyébként mi nem feltétlen látunk vagy érzünk, és sokszor döntünk hirtelen felindulásból, és beleszeretünk egy keretbe, nem baj, ha egy kicsit nyom, vagy egy kicsit rövid a szára, de hogy ezek hosszú távon viszont nagyon fontosak, mert fontos, hogy egy keret kényelmes is legyen az esztétikó mellett, és jól illeszkedjen. Nagyon fontos, hogy az orrunkat ne nyomja, hogy megfelelő legyen a szára, se ne legyen túl hosszú, mert lecsúszik, nyilván ezeket egyébként be lehet állítani, de akkor meg nem lesz esztétikus, hogy egy hosszú szára szárat formázunk esetleg a fejre, ne legyen túl rövid, mert akkor meg rólunk, tehát nagyon-nagyon fontos a megfelelő méret, illetve ez lencsékre is igaz, hogy az, hogyha esetleg egy olvasó szemüveget vásárolunk, akkor elterjedt ez a régi szokás, hogy régen ugye ilyenkor ilyen pici szemüvegeket választottak az emberek, hogy fölötte kinézzenek. Ez egyébként már nem szükséges, mert most már az innovációnak köszönhetően most már olyan technológiákkal készülnek a lencsék, hogy az ember a szemüvegbe viselhet olvasó és távoli fókuszú szemüveget is inkább multifokális lencsék tekintetében érdemes arra odafigyelni, hogy ha már kinyílik előttünk a világ, akkor azt egy megfelelő átmérő szemüvegben tegyük. Ennek a divata is folyamatosan változik, hol nagyon keskeny lencséket részesítenek előnyben az emberek, hol pedig hatalmas lencsékkel látott szemüvegekben közlekednek. Van ennek előnye, hátránya azon túlmenően, hogy mondjuk alatta vagy fölötte ki tudunk látni? legyen egy olyan keretünk, amiben önazonosak vagyunk, jól érezzük magunkat, és én általában arra szoktam így az ügyfeleinket egy kicsit igazítani, hogy tényleg minél nagyobb területen lássanak ki. Ez nyilván, ez is egy egyedi, tehát hogy amikor egy 60 éves hölgy mondjuk megszokta az életében, hogy egy kicsit szűkebb szemüvegeket visel, akkor neki nem tudok azonnal mondjuk egy nagyobb keretet odaadni, mert a számára teljesen idegen lesz hiába a jó látási élmény, az emberi tényező az itt is nagyon fontos, hogy mindenkit egyként kezeljünk, és mindenkivel úgy foglalkozzunk, hogy figyelembe vegyük az ő igényeit és az adottságait is. Ha már gyermekkorban szemüveget kell viselni, hogy tudjuk a gyermek számára a szemüvegviselését bevezetni? Van -e erre valamilyen mód, van -e egy különleges keret, különleges eljárás? Különleges keretek egyébként vannak, nekik nagyon fontos, hogy kényelmes legyen, illetve szerintem a szülőknek érdemes megvizsgálni a gyerek környezetét, hogy a környezetében milyen szemeket viselnek a gyerekek, hogy be tudjon illeszkedni, mert ez a legfontosabb, hogy ne csúfolják, mert ugye tudjuk, hogy a gyerekeknél ez elég sűrűn előfordulhat, illetve, hogy mi magunk ne rossz dologként éljük azt meg, hogy a gyermekünk szemveges lesz, mert abszolút szimbiózisban vagyunk a gyermekünkkel, szóval ők ezt érzik, úgyhogy a legfontosabb, hogy a szülő elfogadja, hogy a gyereke szemüveges legyen, és ezt jól állítsa be a gyerek elé. Tehát, hogy ennek van egy lelki háttere inkább. Nyilván, hogyha megfelelő helyre visszük, akkor ott tudnak nekünk segíteni, hogy kényelmes legyen a keret, tudja és szeresse viselni, de én most nagyon sokszor azt tapasztalom, inkább például a fiúknál, hogyha olyan márkát viselnek, ami esetleg mondjuk egy focistához kapcsolódik, akár színben, márkában, akkor ők abban már jól érzik magukat, és előszeretettel viselik. Egyébként ide fontos ráfűznöm, hogy jelenleg egyébként egy új technológiának köszönhetően rendelkezésünkre áll már egy olyan lencse is, Főblencsegyártók már forgalmazzák, amik egy ilyen kulcsjuk effektust alakítanak ki, ezáltal lassítják az előrehaladását a szemromlásnak, és tulajdonképpen akár vissza tudja fordítani a, a látásromlást a gyerekeknél. Mit jelent ez a kulcsjuk technológia? Ez azt jelenti, hogy egy pontra fókuszál, és egy lyukon néz ki, és a környező területen pedig galaxisnak hívom, mint a galaxisban is szét vannak szorva a dioptriája a gyermeknek, és ezáltal arra készteti, hogy hiába lát egyébként teljes felületében, de ő észrevétlenül egy pontra fókuszál, és ezáltal nem rövidül neki már meg a látóideg. Nem fogja annyit mozgatni oldalirányba? Gyermekeknél talán nem is kérdés, hogy legyen-e tartalék szemüvege. De felnőtteknél ez mennyire szokás még, hiszen elég gyorsan készítenek ma már szemüveget, gyakorlatilag egy-két héten belül egy vadonatúj lencséhez kerettel hozzá lehet jutni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha az embernek mondjuk minimális dioptriája van, és azért viseli, mert mondjuk a monitor előtt használja, vagy egyébként el van nélküle, csak érzi, hogy ő kiméletesebb egyébként az agyának és az idegrendszerének, ha viseli, akkor is el tud lenni egy-két hétig, hogyha esetleg történik vele valami, akkor elegendő, hogy egy szemüvege legyen. Azonban többször találkoztam már olyan esettel, aki magas dioptriával volt, és elhagyta a szemüvegét, vagy ellopták, és utána nem, nem látott. Az az ember egyébként utána nem tud már egy-két hetet várni, de egy napot sem. Neki jó, hogyha mondjuk akár egy alacsonyabb kategóriában elkészül egy tartalékszemüveg, hogy legalább addig tudjon élni a mindennapjaiban. Én általában szoktam javasolni például nyáron, hogyha valaki csináltat egy dioptriás napszemüveget, akkor legalább azt tudja hordani, hogyha elhagyta a, a meglévőt volt már, akit ez kihúzott a pácból egy külföldi nyaralás során, úgyhogy az egy ilyen Jolly Joker lehet ha már a napszemüveget szóba hoztuk, hogy nyáron hordjuk, ez azt gondolom évek, évtizedek óta természetes, de egyre többen használják télen is. Miben tud segíteni télen vagy ősszel egy napszemüveg? Télen egyébként ugyanannyira ki vagyunk téve az UV-sugárzásnak attól független, hogy borúsabb vagy kevesebbet süt a nap. Autóvezetésnél is nagyon fontos, hogy a szürkületben, például a kék szeműekre ez abszolút igaz, hogy a kék szemüveket nagyon zavarja a szürkület, és télen általában szürkület van. Ilyenkor egy világosabb lencséjű napszemüveggel abszolút ki tudjuk szűrni azt, hogy hunyorogjunk, mert ebbe belefájdulhat egyébként a fejünk illetve van az úgynevezett hóvakság, ami annyira vakít, és főleg kirándulásnál és szintén vezetésnél ajánlott egyébként egy világosabb lencséjű napszemüveget viselni, és ide kell fűznem a ködöt is, mert azt is egyébként szuperül szűrik ezek a lencsék, illetve vannak olyan felületkezelések, amik egyébként a szétszoródó fényt egy kicsit összép húzzák, és ezek is kíméletesek lehetnek számunkra. Ezzel már gyakorlatilag bele is mentünk abba, hogy milyen a jó napszemüveg. Egyáltalán a színe az számít, hogy valaki inkább szürkéset, zöldeset, rózsaszíneset, sárgát szeret. A színek egyébként most divatosak, hogy különböző színű napszemeket viselnek az emberek. Általában ezt érezzük, hogy kinek mi a kényelmes. Én ezt azért nem vésném kőbe, hogy a fekete vagy a barna. Nyilván a melegebb színek azok sokkal kényelmesebbek az ember szemének, de nagyon sokan szeretik akár mondjuk a kék lencsét is. Most már elérhetőek zöld, rózsaszín, lila, citromsárga. Szóval, hogy ezek nagyon divatosak. Én azt gondolom, hogy ez egyén függő. Fel kell őket próbálni, minél többet, és akár természetes fényben kipróbálni, hogy mi az, amit számunkra kényelmes. Én hatalmas különbségeket szoktam egyébként tapasztalni, hogy hogy reagálnak az emberek a különböző színekre. A szem egészsége szempontjából mindegy, hogy milyen színűt viselünk? Inkább a melegebb árnyalatok jobbak. Nézzük, milyen a jó napszemüveg. Nézzük talán először a kialakítását. A jó napszemüveg sem nem túl nagy, sem nem túl kicsi de ha választani kell, akkor minél többet takar, annál jobb. Sokan szeretik az íveltebb szemüvegeket, inkább az idősebb korosztály, illetve most a 90-es évek trendjét követjük, és ott pedig nagyon divatos volt az, hogy van egy ív a napszemüvegben, úgyhogy ezeket elég sokan kedvelik, ezek betakarnak, és szűrik a szem környékünk körül is az UV-sugárzást. Ez egyébként a legajánlottabb. Én például szeretem, hogyha nagyobb egy szemüveg, mert engem nagyon zavar a fény. De a barna szemű embereknél általában ők jobban tűrik ezeket a fényviszonyokat. Náluk el tudom képzelni, hogy esetleg mondjuk bevállalnak egy kerekebb formát, vagy egy kicsit szögletesebbet, ami szűkebb. Ez is egyénfüggő, de annál jobb, minél többet akar, de a legfontosabb, hogy kényelmes legyen az anyagában, az UV-szűrésben mire hagyatkozhatunk? Az UV-szűrést azt általában ugye a lencsék tekintetében nézzük, az, hogy 100% UV-szűrés egy lencse. Én azt gondolom, hogy már alapvető kellene, hogy legyen, de sajnos még mai nap is nagyon sok olyan helyen találkozom szemüvegekkel, elérhető áron, amiket az ember szalad, meglátja, megveszi, felveszi, és ez nagyon-nagyon veszélyes. Mert hogyha nem szűr egyébként százszázalékosan a lencséje a szemüvegének, akkor a sötét lencse hatására kitágul a pupillánk, és sokkal több fényt enged be, és ez károsítja a szemünket. Szóval nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy 100 UV szűrős szemüveget viseljünk. Ebben az esetben az ár lehet garancia a minőségre? Az ár egyébként az optika iparban abszolút iránymutató, az árérték arány abszolút a helyén van. Minél magasabb áron vásárolunk egy szemüveget, az általában mutatja a minőséget lencsék és keretek tekintetében is. Kitől kérhetek tanácsot, ha én szemüveget szeretnék, és még nem voltam orvosnál, illetve napszemüveg esetében ki fog tudni nekem pontos tanácsot adni? Nagyon fontos leszögeznem, hogy a szemorvosokhoz érdemes akkor elmenni, hogyha valamilyen szembetegségre gyanakszunk. A megfelelő dioptriának a meghatározását azokat általában optometristák végzik, ugyanis ő, nekik van arra szakirányoltságok, hogy egy óra alatt akár felállítsanak egy olyan diagnózist, és receptet írjanak fel, ami számunkra megfelelő. Az orvosoknak nincs rendelkezésre álló idejük erre, tehát általában ők egy kicsit gyorsabban állítják fel ezeket a látásvizsgálati eredményeket, úgyhogy én azt szoktam javasolni, hogyha valaki ragaszkodik orvoshoz, hogy nézesse meg magát, de az optikákban általában a garanciája a lencsének is ahhoz csatolandó, hogy ott helyben az optometrista is leellenőrzi ezt az értéket. Ha pedig keretet szeretnénk vásárolni, és ebben van szükségünk segítségre, vagy esetleg a lencsék tekintetében, akkor pedig végzett látszerészekhez kell fordulni. Ők látják azt, hogy mi lenne egyébként jó keretek tekintetében is, és hatalmas palettával dolgozunk Magyarországon, úgyhogy rengeteg típusú lencse lehetőségünkre, esztétikailag is egyébként, és látási élményben is. Luxus a jó látás? Szerintem igen, és tényleg az van, hogy nagyon sokan azt gondoljuk, hogy jól látunk, de nem tudjuk, hogy hogy láthatnánk még jobban. Tehát ezzel nem vagyunk tisztában, hogy egyébként ettől láthatnánk még jobban.